Tehát itt van a következő videó. Ez alkalommal én egy fekete, piros paklival fogok játszani, meg próbálok felhúzni 7 lapot. Kánagy úr, te pedig melyik lapjéddal játszol? Zöld-fehér. Zöld-fehér, az újonnan összerakott pakli tesztelése folytatódik. Na, nézzük meg ezt a kezet. Kezd. Nem kezdek. Nem kezd. Kezd. Ezzel a kézzel fogok neki menni ennek a mai alkalomnak. Jó, hát akkor elkezdem. Tolok egy olyat, hogy lejön egy mana. Egy piros mana. Aha. És... ez. Kicsit rákeverek. Eljövök, addig vagy. Aha. Lejön egy fekete mana is. Aha. És miután ez megtörtént, lehívom ezt a szörnyet, amely azt tudja, hogy egy 1/1-es, first strike-os, és a fekete és a zöld mágiaim egyel olcsóbbak. Fekete is? Fekete és zöld. Piros. Vagy ja. Fekete és zöld ja. Varázslatok árát csökkenti az. Aha. Jöttek? Igen. Zöld van abban a pakliban? Nincs. Nincs. Fehér sincs. Ez egy tiszta fekete-piros pakli. Lehozom ezt. És két manáért elkövetem azt, hogy lehozom megint ezt, mert ez ebben a pakliban is helyt kell, hogy foglaljon. És támadok egyet. Bejön egy. Jöhetek? Igen. Bejön egy mana. És te jössz. 4 mana áll rendelkezésemre pillanatnyilag. Bejön 2 lény, nem. 4 mana, hát nem. Hát. Várjál, ez mennyi? Ez 4, igen, és egyel olcsóbb. 4 manáért eltolok egy varázslatot. Ezek 4 élet, egy gyógyult 4. Igen. Vagy mi? Igen. Igen, igen, ez ezt tudja. És elmegyek támadni ezzel. Jöhetek? Aha. Igen, ez a 2/2-es lény. Na. Az jó, hogy ott van. Ja. Jövök? Aha, persze. Jó. Akkor lehozok még egy manát. Most így van 5 manám. Először is azt fogom tenni, hogy 3 manáért eltolom azt, hogy ez. 2 típusú manát használok, tehát 2 sebződik ő. Jó. Aha. Oké. Okay. És akkor még 2 manáért eltolom ezt a palásra, és akkor eldobsz egy lapot. Eldobt egy manát. Jöhetek? Uh-huh. Ezt a lapot, amit a kezembe fogok, ezt direkt miattad tettem bele a pakliba. Örülök. Te jössz. Nem jönnek a lények? Nem nagyon. Ebben nagyon sok varázslat van. Ebben a pakliban. De ezt nem tudod. Na, 2 manából eldobsz egy lapot. Tehát, te jössz. Lejön egy mana. Mellett 6 manáért. Lejön az a lap. 2/2-es és ráfizettem 3-as. De 3/3-as first strike-os élő lény. Te jössz.
3 per 3-as. És first life. Megy le a három seb. Ez elég rossz. Honnan veszed ezt? Hopszi. Honnan? Ez biztos nem láttad. Nem. Nem, ez nem jó, mert ez olyan, hogy ez annyi sebet oszt ki, amennyi lendel dolgozom. Ja. Ami nem lesz elég neked. Ez a másik lap, ez jó buli lenne, de ez most nem alkalmas. Úgyhogy sajnos marad a jól bevált. Dobjak el egy lapot? Dobj egy lapot, légy szíves. Jó. Nyertek? Igen. Anyá, de milyen lapokat dobsz el? Ezek az ilyen átütő lapok, amelyekkel az a pakli nagyon erős tud lenni. Hát muszáj, nem? Hát ja. Egyért lejön ő, annyiszor két életet kapok, ahány fekete vagy piros linnyed van, ami egy, úgyhogy kapok két életet. Ez para. Para jelenség. Az a fény jót tesz ennek a paklinak most így. Emellett lejön egy flyingos 2x2-es élő lény. Te jössz? Igen, értem én a cheese jót. Vannak ilyenek. Nagy vannak bizony. Ne tégy többet, mint hogy eldobsz egy lapot. Jó. És akkor eltolok egy varázslatot. Jött, kivonjuk a forgalomból. Uh-huh. És ennyi. Várjál. Ja. Ennyi. Te jössz. Megint legyen a monument, hogy egyel kevesebb körülnek a zöld lények, és igen, egy zöld lény valamelyik lényen +2/+2 és trampled a kör végéig. Elmegy ő ütni. Az bejön. Még egy. Mi? 3x3-as. Oké. Ennyi? Aha. Hát igen, kellene még pár lény. 3x3-as. Eltolok 3 manát, uh-huh. Aminek 6, ez tud valamit? Nem. És az pedig 3x3-as, mi? Hát ez jó most. Mindegy, azért eltolom ezt. Erre rávarázsolok egy -2/-2-eset. Jó, te jössz. Megy 3 sem. Az ilyen bizony. Te jössz. 1-2-3 megvan. Na, végre itt van valami, ami kellhet. 3-ért lejön. Ez nem ez ellen jó, de ez lejön. Aha. Ez csak egy 2x2-es élőlény jelen pillanatban. De egy kék szörnyre ki tudna osztani egy kész sebzést, hogyha eltolnék rá egy manát, úgyhogy te jössz. Csak hogy ugye nincs kék spell. Uh-huh. Bizony. Ez egy elég nagy hátránya jelen játékunknak. Na. Hú, basszus, ezt elfelejtettem eltolni. Hát már mindegy. 3-ért lejön ez a 2x2-es lény. Vagy is csak 2-ért, mert ugye olcsóbb. És ő meg mit kap? +2/+2 és trampled kap kör végéig. Ő. Ki ez egy elf? Nem. Azért, mert lejött egy lény, ezért kiosztatok valakire. Ja, oké. Okay. Úgyhogy 4x4, 5x5, trample, first strike. 5x5, trample, first strike, hát szivacs! Nem megy? 5, bemegy. Viszont, az viszont, van viszont. Kap egy +4/+4-et. És akkor összesen... 9-ben vagy. Viszont eltolok még egy olyat. Nem tudom, mikor kellett volna, de most eltolom ezt. Az ott meghal. Egész egyszerűen én meghúzok egy lapot. Ha.
Ezt nem tudom, az tuningolt valakit? Nem. Akkor ez még tök minél mikor történt, meghalt. Jelent, te jössz. Ráadásul. Hát igen, ez most már nem nagyon aktuál. Zavar sok vizet itt. Hát ez ilyen első körös lap. És lerakok még egy manát is. Ő csak egy ilyen élőlény. Ki megsebzi a repülő élőlényeket néha. Jöhetek? Aha. Egy elején ez az 1/1-es elflény, tapra annyi eltett a lány elfen van, tehát körönként minimum egyet. Ő ismét 5/5 rempül first strike megy. Ja, ez egy nagyon vacak. De most nem annyira erős ebben a... Ütöttem 5-öt. Ja. Hogy várjál, ez 5/5-ös és tartósan annyi? Nem. 3/3-os amúgy. Jó, ezt én elkockáztatom. Ja, és megint, basszus, megint elfelejtettem eltolni ezt. De most már tök mindegy. Na, érti, mana. Hát ez most egy nagyon csúnya vesztésnek tűnik. Hát... ja, ennyi történt. Védekezek, nem is jönök semmit. Lady Sabrity, only during your turn, csak a te karadban végezhet ezen az elvon. Oké, akkor rajta is van. Jöttök? Aha. Hát ez most nagyon-nagyon lassú elvérzés, ezt talán egy kört még kibírok. Kinyírok itt valakit. 5-en minden lényen plusz 3, plusz 3-ot és trampolt kap. Úristen. Tehát akkor csapok 4-et, meg 6-ot trampoltben. 6-ot. Mindenkivel beleállok ebbe. Ez most mennyi, milyen erős? 6. Vagy mi? Ő 6/6, ő pedig 4/4. Akkor ebbe. Ebbe? Mindenki belehal. És kapsz 6 sebet a 4 életedbe. Ja. Nézzük azt, hogy néz ki. Ez 2. Ja, ez kivégzés volt. De hát ja. Alázás volt. Mondhatjuk úgy is. Kicsit mana heavy volt a játék. Hát nézzük meg a következő játékot majd.